Edzőtáborunk utolsó felkészülési mérkőzését a belga első osztályú Royal Mouscron ellen játszottuk. A kapuban Dibusz Dénes kezdett, míg Varga Roland ezúttal középcsatárként bizonyíthatott. 10 percnyi játékot követően szöglettel jöhetett ellenfelünk, Zsukkov tisztázása után visszakerült hozzá a labda, elindult a kapu felé, a háló őrként állt, így egy emeléssel próbálkozott ukrán játékosunk, de az nem sikerült pontosra. 3 perccel később Varga harciasan becsúszva szerzett vissza egy labdát, majd Heister távoli lövése ment mellé. Ezután Mohamed beadására Ozabuti érkezett, a fejes fölé ment. Olinga gurított le egy szabadrugást Dussennek a 32. percben, Dibusz nagy bravúrt mutatott be. Szünetben 2 cseréltünk, Dibusz és Tokmak helyét Gróf, valamint Priskin vette át. 52. perc, Pálmeiri lapos lövése került el a kapunkat. 4 perccel később jó helyről Spahiu lőtte nagyon fölé a szabadrugást. A 61. percben Priskin tette le Zsukkovnak, aki nagyszerűen ment el a jobb oldalon, Vargát hozta volna játékba, de már les volt. Újabb cserék, a 69. percben Harajhint Sigér váltotta, majd szűk negyed órával a vég előtt Skvarka és Csivics érkezett Rui Pedro és Heister helyett. 3 perccel később 3-2-ben törhetett a kapunkra ellenfelünk, Spahiu kapott labdát szemben Groffal, de kapusunk parádésan jött ki és leért. Spahiu ismét, Groff rajta volt a lövésen, de nem kellett védenie. 8 perccel a vége előtt aztán sikerült megszerezni a nagyon fontos vezető találatot. Sigér tette ki a jobb oldalra, majd Lovrencsics precíz, lapos passzára Priskin mehetett, játékosunk elvitte a kapus mellett, majd laposan a hálóba gurított. A gólt követően újabb 3 változtatás történt, bejött Botka, Frimpong és Csonka. A 86. percben közel volt a második, Zsubkov piszkált oda, majd letette Skvarkának, aki Priskint hozta játékba, végül az akciót indító Zsubkov lőhetett, nem sokkal került el a kaput a próbálkozás. A hosszabbításban Priskin még megpróbálhatta Skvarka passza után, de lábbal védett a kapus. Blazsics fantasztikus mélységívelése után Skvarka akrobatikus mozdulattal jobb külsővel állította be a 2-0-ás végeredményt. Szép győzelemmel ért tehát véget a második ausztriai edzőtábor. A mérlegünk a nyári felkészülés alatt 8 mérkőzésen 7 győzelem és mindössze 1 vereség. Csapatunk péntek délelőtt elindul Budapestre, hiszen játékosaink szerdán este 8 órától már a Ludogorec elleni hazai BL-selejtezőn lépnek pályára. A jegyinformációkkal kapcsolatban minden fontos tudnivaló megtalálható a fradi.hu-n.